Nos, hát üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt ülünk a Helikon Interrégión. Ugye ez az az interrégió, ami napi egy párral közlekedik, legalábbis így hétköznap. Nem tudom, hogy hétvégén ebben van-e változás egyáltalán, hogy van-e ilyen. Majd ezt megnézem, annyira nem foglalkoztatott, hiszen most kedd van, és elindultunk a 15 óra 11 perckor induló Helikon Interrégióval, ami nem csak Kaposvárig közlekedik, hanem, mint ahogy mondtam is, ez a napi egy pár elmegy Pécsig, illetve hát Pécsről feljön hajnalba. Hát hajnalba indul Pécsről, de az már délelőtre érkezik ide fel Győrbe, és délután pedig megteszi a visszafelé menetelét. Ezen ülünk, és korlátlan mennyiségű időnk lesz élvezni a Dezirónak a kényelmetlenségét. De hát mindent a nézőkért, ezt még sosem nyomtuk le. Hát Pécsig ma sem fogjuk, mert akkor soha nem érek haza, ugyanis Pécsről nincsen már Pestre semmiféle járat 21 óra környékén, hiszen egyébként ezt a távot a Helikon Interrégió 6 óra alatt teljesíti. Ugye Győr-Szabadhegyig a két vonal, tehát a Veszprémi, illetve a Celi egy vonalon fut, és Győr-Szabadhegynél van az elágazás. Egyébként mind a két vonalon nagy tisztogatás volt, de talán itt volt a legnagyobb, hiszen itt rengeteg megállási pont szűnt meg, nem is olyan nagyon régen. Ugye itt Ménfő csanaknál is tulajdonképpen egy megállási pont maradt. Van olyan állomás is, ötvágányú állomás is, azt hiszem Gyömöre, ami szintén megszűnt. Ebben a percben haladunk át egyébként Gyömöre állomáson, amit, mint mondtam is nektek, megszüntették olyan formában, hogy itt menetrend szerint nem állnak meg a vonatok, de egyébként szolgálat van az állomáson. Nyilván egyéb technikai megoldások okán kapcsán, hiszen azért egy állomás egy-egy vágányú vonalon nagyon-nagyon jól tud jönni. Láthatjátok, hogy a toronyban is van szolgálat mind a két oldalán, meg hát ugye a tekerős sorompó miatt kell is. Azt mondjuk nem tudtam, hogy az is van. Nem ő a hibás. Hamarosan érkezünk Pápára, és majd ugye erről az oldalról fog befutni a valamikor szebb napokat látott Tatabánya Pápa vasútvonal, a másik irányba pedig a állomás túl só kijáratánál pedig ugye kiágazik a csordai vonal, ami most egészen kultúrált menetrendet kapott.
most már elhagytuk Pápát, és a következő megállási pontunk az majd nekünk Celdömölk lesz, ahol irányváltást kell ugye eszközölni. Némi késésben vagyunk, de ez még behozható. Irányváltás után indulunk Simek-Tapolca irányába. Sajnos a kisebbik réteg az a mozdonyvezető körébe, aki olyan, mint aki átvette a Desirót, ez az igazi beleszarom kategória. Ugye folyik itt a hűtővíz, és hát majd arrébb ülnek az utasok, leszarom tűz és stb. Tehát nem éppen a legkedvesebb. Tehát nem is haverkodni jöttem vele. BDBH kocsik, Bis kocsik, van itt minden. BP, sajnos nem látom a fővizsgák idejét, meg a 324-es Remote Dacia. Kimennünk. No, közben már láthatjátok a Sümegi várat, egyébként hamarosan érkezünk. 10 perc késésben vagyunk. Hát, igazából csúnyán mondva semmin csúszunk. Tehát egy egyvágányú pályán ez általában így szokott lenni. Micsoda hangulat, ahogy a Desiro ablakmocskában megcsillan a Simegi vár, nem? Mikor lehetett ez lemosva utoljára? Hihetetlen retkes egyébként. Táboros tömegek ellepték a Desirót, de egyébként hamarosan érkezünk Keszthelynek. Érdekessége, hogy újra drót alá kerülünk majd.
Egyébként az utamat úgy tervezem, hogy Fonyódig, és Fonyódtól pedig majd egy 40 perces balatoni nézelődés után a Balaton IC-vel tervezek Pestre menni, és természetesen az étkező kocsit kipróbálni. Idén is legalább egyszer legyen meg, nem vagyok egy nagy balatoni fan, tudjátok nagyon jól, de így akkor összehoztuk ezt a történetet. Az a baj, hogy se Kaposvárról, se Pécsről nem lenne már Pestre vonaton, tehát tovább menni sajnos nem tudok, mint Fonyód, tehát onnan még hazaérek. Egyébként nem is tudtam, hogy feltételes megálló lett, legalábbis az interrégiók esetében szerintem amúgy meg más nem áll meg itt. Ezt most mondták be, felvettem volna a bemondást, hogyha tudom, hogy már feltételes megállási hely, az mindjárt be is következik itt a gyalogos átkelés utána van. Hát egy megváltás erről most leszállni, hogy őszinte legyek. No, hát nem tudom, kedves Győrben élő ismerőseim, nézőim, hogy én jönnék egy Győrből mondjuk a déli partra, Deziroval. Nem. Hát ez, és innen még Pécs, tehát hogy elképesztően hosszú volt, elképesztően kényelmetlen volt, elképesztően fos volt az egész, tehát tényleg nagyon rossz. Most azért sétálok itt Fonyódon, mint az őrült, egyébként 30 perc késéssel érkeztünk meg Fonyódra,
mert kiveszek pénzt, ugyanis a Balaton IC-n szeretnék enni. És úgy jártam a Railjet-en, hogy nem lehetett kártyával fizetni, szóval nem tudtam enni, és nem akarok így járni a Balaton IC-n, mert egyébként már jártam így a Bátori Eurocity-n, hogy nem működött a kártyás fizetési mód. Én ettől egyébként ki vagyok akadva, szerintem ez nem normális dolog. Na várjatok, mert ide kell a kártyám, bedugom. No, közben megérkeztünk az étkezőbe. Nem sértem az embereket egyébként, miért nincs teli, de tényleg, tehát a Balatonon sehol nem eszel ilyen olcsón, mint itt. Én egy ilyen hamburgert sztorit rendeltem magamnak, az hol van, várjatok. Nem itt. Das ist 2005 ér ajándék. Igen. Egész napi éhezés után mire nem vágyik az ember, ha nem erre? És nem arra, hogy ilyen környezetben fogyassz el. Isten király, ez utas ellátó. Isten király. No, és nem bírtam ki. Kértem egy hot dogot is, most már használjuk ki. Halapenyót én nem kértem rá, mert nem szeretem a csípőset nagyon. Csapassuk. És a desszert. Na. Ez a Street Kitchen, vagy nem is tudom mi a csatorna neve, mostanában szoktam őket lesni. Szóval ez a zabáljuk fel a Balaton IC-t. Tudom, hogy ez most nagyon gagyi felbontású, mert ez a futótelefonom, amivel ezt felveszem. Nem hoztam le kamerát. De ezt az utasellátót le kell edzeni még ma. Ez nem fért volna bele. De kibaszott jó volt.